Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma is folytatjuk a tíz parancsolat igéinek tanulmányozását, és ma a hetedik parancsolatról lesz szó, amely megint csak egy olyan kérdéseket vet föl a mai társadalomban, amiket talán nehezen tudunk megélni vagy megvalósítani. Ez a parancsolat így szól, hogy ne paráználkodj. Mit is jelent ez a kifejezés, hogy paráznaság? A Bibliában Isten alkotta az embert férfivá és nővé, az Isten tette az ember szívébe a vágyat, amely a szexuális vágy, a másik iránt való vágyakozás, vagy a másik nem iránti vágyakozás, amelynek természetesen célja az a szaporodás, a következő generációnak az előhívása, Isten akaratta és terve szerint. Ebben a Csodálatos dologban, amit Isten eltervezett, amely én azt gondolom, egyfajta szentség az életben, egy különleges dolog, amit az ember megélhet az ő házasságában, elkötelezett kapcsolatában, mégis romboló erővé válik akkor, hogyha kikerül a házasság keretein belül. Gondoljuk azt mondták már sokan ezt a példát, hogy olyan a szerelem és a szexualitás, mint a tűz. Hogyha az a kandalóba van, akkor meleget ad, akkor ez egy csodálatos dolog, akkor gyönyörködni lehet benne. Ha viszont kijön a kandalóból, és felgyújtja az egész házat, akkor tönkre megy az ember élete talán a mai ember nem is gondolja és nem is hiszi azt, hogy a szexualitással, amelyet hirdet a mai világ, hogy szabadon éljük meg, azzal önmagunkat romboljuk és a másikat romboljuk. Mert hogy mit is, mi is a paráznaság? Parázna kapcsolat minden házasságon kívüli szexuális kapcsolat, akár lehet az élettársi kapcsolat, lehet az akár házasság előtti kapcsolat, lehet házasságon kívüli kapcsolat, egy megcsalás, de lehet ez másfajta szexuális bűnök, úgy mint a pornográfia, vagy olyan bűnökre is lehetne gondolni, mint a szexuális bántalmazások, vagy éppen a szexuális aberrációk, amiket manapság nagyon sokat hallani ezekről a dolgokról. Nem népszerű ezt az igazságot hangoztatni, és talán sokan mondják azt, hogy ez nem is aktuális, vagy nem is modern gondolat, amit a Biblia számunkra itt üzen ezzel a parancsolattal kapcsolatban. Mégis azt kell, hogy lássuk, hogy az a 60-as években elindult szexuális forradalom, amely azt hirdette, különösen a pszichológia hatására, hogy az emberek majd boldogabbak lesznek egy olyan világban, ahol nem folytják el a szexuális vágyaikat, hanem azt szabadon megélik, az egy nem egy boldogabb társadalmat jelentett vagy okozott, sokkal inkább egy sokkal stresszesebb, sokkal betegebb társadalmat. Ma is, amikor a szexualitás már egy olyan dolog lesz, hogy mind egy hétköznapi szükséglet, amelyet kiél az ember akkor, hogyha ő úgy gondolja, Ax tulajdonképpen elveszti annak a, az örömét és igazi csodáját, amit az Isten ezzel ajándékozott az embernek. Én azt gondolom, hogy ebben a parancsolatban is jó gyönyörködni, jó felismerni azt, hogy igenis, Isten nem e, valami jótól tilt el bennünket, nem korlátozni akarja és megnyomorítani a mi lelkünket, sokkal inkább azt akarja, hogy igazán boldogok lehessünk, hogy igazán örvendezhessünk Istennek egy csodálatos ajándékában.